Határok nélküli távolságtartás Benkő Károly rövid életrajzában többek között ez olvasható. Mindenek előtt történetíró volt. Kalandozzunk a múltba. A történelem könyv nem olyan, mint egy falra függesztett naptár tömb, amelynek, ha egy-egy lapját leszakítjuk, Egyre vékonyabb lesz. Épp ellenkezőleg. A történelem anyaga folyton gyarapszik. Néhány száz évvel ezelőtt könnyű volt történelmet írni. Ma már jóval nehezebb. Hogyan fogják a jövendő nemzedékek korunkat értelmezni? Amit mi magunk is alig értünk. A történészek nagyon is eltérő képet alkotnak azonos eseményekről. A történetírás a legkevésbé uniformizált. A történész a társadalom tagja, korának gyermeke a jelenből a múltba tekint. Nem képzelheti magát szirtisasnak, mely a magasból figyeli az elhaladó menetet. Ő is a menetben halad. Ahogy jobbra vagy balra kanyarog a menet, úgy annak alakzata is folyton változik. Jó történetírásról akkor beszélünk, ha a történész a múltat minél több oldalról megvilágítja. Ha igaza van a filozófusnak, hogy nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba, akkor talán az is igaz, hogy két történelemkönyvnek nem lehet egy és ugyanaz a történész a szerzője. A történelem iránt érdeklődő előtt joggal felmerül a kérdés: Valójában ki a történész? Mennyire hiteles képet alkot a letűnt korokról. László Gyula régész professzor említi, hogy egy kiadó néhány írásának kiadására vállalkozott. Amikor a szerződés aláírására került sor, az illetékesek arra kérték a szerzőt, könyve elején írjon sumér-magyar vonatkozású szöveget, mert ezt az Amerikába kivándorolt magyarok kedvelik. Így kedvet kapnak a könyv megvásárlására. A tudós nyilván elutasította a piaci ízű ajánlatot. Minden népnek megvannak a maga mítoszai. A román történészek a nemzeti eredet mítoszt még mindig a tudomány mezébe öltöztetik. A történelmi filmekben, a Dákok vitéségétől, a második bécsi döntésig. Minden román hőstettet végignézhetünk. A korábbi pápalátogatás alkalmával, a katolikus egyházfővel ki is mondatták a nemzeti doktrínát. A pápa ige hirdetésében András apostolról beszélt aki állítólag a Fekete-tenger környékén hirdette az evangéliumot a román nép őseinek. A román keresztény már már azt hihette, hogy Péter apostol utóda mellett a pátriárka András apostolt jeleníti meg. A harmadik Béla magyar király udvarában szorgoskodó anonimus mester nem gondolhatta, hogy a Magyarok Tettei című terjedelmes, regényes formában megírt művét a román történetírás hiteles forrásnak tekinti majd, ami szerint Gellu a román törzsvezér békésen, kimért méltósággal, majd hogy nem protokoll elvárásoknak megfelelően fogadta az Erdébe bevonuló Árpád fejedelmet. mind a magyar, mind a román nép sérelmeket hord emlékezetében. Erdély, égő hely, mindkét nemzet testén, amit orvosolni nem elmélyíteni kell. A történészek feladata az egymásnak ellentmondó értelmezések tisztázása. Ahol a történelem szálai összefutnak, bonyolultá válnak, ott türelemre van szükség. Meg kell hallgatni egymást, hiszen a történelem oktatás lényege és célja egymás megértése, elfogadása, nem pedig az előítéletek, ellenségképek átörökítése le kell mosni a történelem arcáról a politika és az elfogultság foltjait, hogy az önazonosság és másság elvének tiszteletben tartásával mondhassuk. A történelem mindannyiunk tanító mestere. Az elfogult nacionalizmus félelmetes politikai erő a posztkommunista régióban, amely mindmáig megtartotta retorikáját. Marx annak idején nem ismerte fel, hogy a tömegekben elevenen él a nemzeti tudat. A kommunista vezérek várakozása ellenére nem tört ki a proletárok világforradalma. A világ proletárjai vezényszóra sem egyesültek. A nemzeti érzés felülírta az internacionalista eszmét. A nacionalizmus gyakran a vallásmezét ölti magára. A nemzet fogalmának abszolutizálása, metafizikai szintre emelése, mint egy vallásá válik. A kommunizmus összeomlása után a felszabadult népek nemzeti öntudatra ébredésük korát élik. Ebben a mámoros hangulatban a történetírás nem lehet álca. A történészek érzelemmentes, tárgyilagos szemlélete a kölcsönös kiengesztelődés ügyét szolgálja. Európának a nemzeti kultúrákon túl közös kultúrája is van, ami összekapcsolja a kontinens népeit. Az egyházszakadás és a polgárháborúk sem tudták, a kulturális egységet megszüntetni. Mégis az egymás mellett élő népek csigalassúsággal közelednek egymáshoz. A határok megnyíltak. Bukarest számára is Budapesten átvezet az út Európába. A magyar-román kapcsolatot mégis Végtelen viták és végre nem hajtott határozatok jellemzik.